nothing if it ain't got a swing. Do a 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 do a. It don't mean nothing. All you got to do is swing. Do a 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 do a. It makes no difference if it's sweet or hot. Just give that rhythm everything you've got. Oh, it don't mean nothing. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Köszöntöm Önöket! A Tiszta Udvar Rendes Ház Gödöllő 2015 című pályázat záró eseményeként megrendezett díjátadónkon. Ünnepségünk kezdetén a Forest Dixie Bandet hallhattuk, akik az It Don't Mean a Thing című számot játszották. Művészeti vezetőjük Fodor László. Tisztelettel felkérem dr. Gémesi György urat, Gödöllőváros polgármesterét, hogy nyissa meg az ünnepséget és tartsa meg köszöntő beszédét. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, mindenkit nagy szeretettel köszöntök, és valóban egy ünnepi pillanatban vagyunk akkor, amikor ennek a folyamatnak a végét zárjuk, és nagyon szép díjakkal és ajándékokkal szeretnénk kedveskedni azoknak, akik egy picit aktívabban vettek részt környezetük alakításában, és ebben a versenyben, ebben a pályázatban immár a negyedik esztendeje beneveztek. Gödöllő 54%-a zöld felület, ilyen nagyon kevés van egyébként, szerintem Magyarországon, nem tudom pontosan az adatokat, de biztos vagyok benne, hogy a legjobbak között vagyunk, sőt szerintem nem csak Magyarországon, hanem akár bármelyik európai városra összehasonlítva ezeket az arányokat. Ez is kötelez bennünket arra, hogy a környezetünk megóvjuk, megfelelő formában ápoljuk, gondozzuk, és próbáljuk meg olyan szinten tisztán tartani, karban tartani, hogy az a mi jó érzésünket úgy tudja erősíteni, hogy valóban úgy érezzük, hogy Gödöllő az otthonunk, mint ahogy ezt egyébként korábban többször mondtuk. Ez az 54% egyébként az elmúlt időszakban nem csökkent, ezt értve az elmúlt 25 esztendőt, és ezért erre nagyon büszke vagyok. A Tiszta Udvar Rendes Ház pályázat, verseny, nevezzük ezt ennek, akkor indult el, mikor Tóth Tibor képviselőtársunk, korábbi alpolgármester, aki ma más elfoglaltsága miatt nem tud részt venni, javaslatot tett arra, hogy ne csak szankcionáljuk azt, ha valaki nem őrzi meg a környezetének a rendjét, a tisztaságot, hanem valamilyen formában próbáljuk pozitívan elismerni azokat, akik többet tesznek azért, hogy a környezetüket alakítsák. Így indult el, talán korábban is évtizedekkel ezelőtt volt ilyen, de ahhoz hasonlóan egy olyan mozgalom Gödöllőn, azért nevezem mozgalomnak, mert ez már több, mint egy verseny, egy pályázat, ez már egy mozgalom, hiszen nagyon sokan kapcsolódtak be, és egyre többen kapcsolódnak be ebbe a folyamatba. Tehát így indult el a Tiszta Udvar Rendes Ház pályázat, aminek kapcsán most már valóban van, akik visszatérően, van, akik pedig újként bekapcsolódóan vesznek részt, mint egy városi megmérettetésben. Szebb a városunk. Egyébként, ha önök vendégeket fogadnak, vagy adott esetben meghívnak valakiket,
nyilván elmondják önöknek, mert mi már megszoktuk ezt, hogy valóban Gödöllő egy tiszta, szép és rendezett város, köszönhető annak, hogy a állampolgárok jelentős része azért mégiscsak vigyáz a környezetére, alakítja, és hát nyilván a város is igyekszik, különösen azokat a területeket, amik frekventáltan ki vannak téve a látogatottságnak, illetve amit lehet minél nagyobb számban megtekinteni, azokat megpróbálja óvni, adott esetben karbantartani, csinosítani, szépíteni. Szeretném megköszönni mindenkinek a munkáját, szeretném a zsűri munkáját is megköszönni, mert nagyon komolyan vette, és nem keveset foglalkozott azzal, hogy értékelje a pályázatokat. És most ebben az esztendőben egy új elemmel gazdagodik ez a folyamat. Gödöllő fája kitüntetést, elismerést, díjat is oda ítéltek, pályázat alapján a gödöllőiek, hiszen lehetett pályázni ennek a fának a megnevezésére. Aztán, mikor a pályázat lezárult, akkor sokan fejükhöz kaptak, hogy hú, hát elfelejtettük beadni a pályázatot. Ez nem jelenti azt, hogy lemaradtak, hiszen vannak még következő esztendők is. Minden esztendőben egy fa legyen a Gödöllő fája, és ennek a pályázat, ennek a szavazásnak az eredményét is ma fogjuk kihirdetni. Bizonyára emlékeznek, néhány évvel ezelőtt a Vén Vackor Európa fája pályázaton második díjat nyert, ami azt gondolom nem kis büszkeséggel tölthet el bennünket, tehát van mit megmutatni, van mit ápolni, és van mit értékelni. Ez a szavazás nyilván ezt is értékelte. Mindenkinek még egyszer szeretném megköszönni a munkáját, örüljünk egymásnak, és a díjak, hogy ennyire szépen összeálltak, az nem csak a városnak a eredménye, hanem annak a sok-sok támogatónak, szponzornak, akik most itt vannak, és jó szívvel adták ehhez az egyik vagy a másik díjat a díjazottaknak. Köszönöm szépen! Köszönjük polgármester úr gondolatait! Szeretném bemutatni a programban és a pályázatok elbírálásában résztvevő civil szervezeteket. A Gödöllői Fészek Nagycsaládosok Közhasznú Egyesülete képviseletében dr. Heltai Miklós urat, a Gödöllői Városvédő Egyesület elnökét dr. Fülöp István urat, a Lakásszövetkezetek és Társasházak Gödöllői Egyesületének elnökét Dolányi Sándor urat, a Gödöllői Kertbarátkör elnökét Sebő Györgyné asszonyt, a Kertvárosi Egyesület részéről Kulcsán Marica asszonyt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Gödöllői helyi csoportja képviseletében Juhász Tamás urat, és Kecskés Judit civil referens asszonyt. Továbbá a szponzorokat, akik értékes felajánlásaikkal járultak hozzá a díjazáshoz. A Gödöllői Coop ZRT képviseletében Borsi Istvánné asszony. A Falker GBBR BT képviseletében Falk László ügyvezető urat. A Lira Flore Kft. Képviseletében Madácsi Gábor ügyvezető urat. És a Büszi Nonprofit Kft. Képviseletében dr. Lantai Csaba ügyvezető igazgató urat. A Zopro Kft. Ajándékait Sebő Györgyné asszony adja át. Tisztelettel felkérem a Gödöllői Kertvárosi Egyesület képviselőjét, Kulcsár Marica asszonyt, hogy a zsűrizésben részt vett civil szervezetek nevében mondja el a gondolatait a program idei pályázatával és az idei tematikával kapcsolatban. Tisztelt egybegyűltek, kedves barátaim! Köszöntöm a pályázatra jelentkezőket, a képviselőtestületet, a szponzorokat és minden érdeklődőt. Ez a program úgy működik immár, mint egy teleregény, a negyedik évad következett. A városi ember azzal, hogy nagy házakkal zsúfolt életteret választotta, sajnos erősen elszakadt a természettől. Ezt próbáljuk kompenzálni zöld területekkel, ez szép, kell, szükséges a városi léthez, de azoknak, akik mondjuk saját zöldséget, gyümölcsöt szeretnének megtermelni, hasznos, ha ehhez kapcsolatos ismeretekkel is rendelkeznek. A kémia órán tanuljuk a kovalens kötést, azonban az életben ritkán válik gyakorlattá. A kertgazdálkodással viszont hasznos lenne többet foglalkozni. Az elmúlt 100 évben jelentősen megnőtt azon betegségek, mint rák,
cukorbetegség, magas vérnyomás, allergia, stb. Ennek oka tudósok szerint, hogy eltávolodtunk a természettől. Tehát azok, akik családi házas övezetben élnek, megtermelhetik családjuk részére az egészséges friss gyümölcsöt, zöldséget, esetleg valamilyen haszonállatot. Erre természetesen a pályázók között találtunk példát is. Miért fontos a Tiszta Udvar Rendesház program? Mert úgy gondolom, a porta szépítése, hasznosítása, az egyén öröme, de portán kívül már közösségi élmény. Ezt fejezi ki, hogy az önkormányzat felkarolta a civil kezdeményezést, szponzorok támogatták a mozgalom díjazását, amit megköszönünk. Mint minden versengésnél mindenki nem nyerhet, így mi is szempontok alapján értékelünk. Először is minden esetben figyelembe vesszük a ház környezetét, az udvar, zöld terület és a burkolat arányát, találunk egy gyümölcsfát és mennyit, cserjéket, bogyós növényeket, veteményes kertet, esővízgyűjtőt, madár etetőt, itatót, komposztálót, haszonállatot, házi állatot, és mindezek gondozása, tartási körülményei milyenek. A szerves hulladék, komposztálás kiemelten fontos, mert ennek felhasználásával sok kémiai anyagtól mentesülhetünk. Korunk egyik különösen fontos kérdése a fenntartható fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő nemzedékek számára a természet értékeit. Tehát fenntartható módon hasznosítjuk a természeti erőforrásokat, elkerüljük a káros hatásokat, különösen a környezet állapotában bekövetkező, visszafordíthatatlan változás ne következzen be. Ezért is úgy gondoljuk, hogy őshonos magyar növényeket szeretünk látni, ami az itteni éghajlathoz alkalmazkodott. Nem találtam a Nordic Garden, az ásás nélküli kertre példát, ami egyszerűbb és természetközeli gazdálkodás, nekem ez nagyon szimpatikus, ezt rossz minőségi talajhoz vagy intenzív gyomosodásra, illetve lejtős dombos területnél lehetne alkalmazni. Az idén kiemelten kezeltük a teraszokat és ismételten a szép utcát. Egy szépen berendezett terasz, vagy egy jól kialakított kert második lakásunk lehet, ha otthonossá tesszük, ahol örömmel és funkcionálisan tartózkodunk. A terasz kialakítása egyszerre lakberendezés és kertépítés is. Egyenragú szerepet tölt be a lakás ház többi helységével együtt. Erre is találtunk három nagyon szép példát. A másik az utcák. Az egyik legszebb utca a Gébis utcai játszótér. Itt olyan közösségi munka folyik, ahol fiatal családosok és idősebbek közösen alakították ki a környezetüket. A másik utca, a Major utca, idős hársfáival igazi értéket képvisel. A jelentkezőknél sok és kedves új ötlettel is találkoztunk, például élő sövénykerítés, amely többféle növényből készült, mondhatom, valóban nagyon tetszetős volt. Kivétel nélkül minden pályázó a saját és családja munkáját használta, minden esetben kitartással, ötlettel, szenvedéllyel, földszeretettel és hozzáértéssel találkoztunk. Visszatérő pályázóknál jó volt látni, ahogy lombosodik, terebélyesedik a kert. Máshol kisebb változás, de nagyobb öröm, hogy bővült a család, megszületett a harmadik gyerek. Talán egy új kategóriát is lehetne létrehozni. A társasházak kicsit szégyenlősek voltak. A lépcsőházban, mint közösségi térben nem mindenhol, hangsúlyozom, nem mindenhol jutottunk be. Itt a pontozásnál figyelembe vettük a közösségi helységek tisztaságát és a társasház előtti közterület gondozását. A terület értékét nem csak az önkormányzat,
illetve a viszi munkája kell, hogy jelentse, hanem az ott élő gondoskodása adja az igazi értéket. És végül, bízunk benne, hogy jövőre is szép számmal fognak részt venni sok-sok tiszta udvarral, rendezett házzal és megszépült környezettel. Mindenkit várunk, köszönöm, hogy meghallgattak, és egyben gratulálok a nyerteseknek. Köszönöm. Köszönjük Kulcsár Marica asszony szavait. Most pedig a Tiszta udvar rendes ház címek ünnepélyes átadása következik. Először a családi házas kategóriában kerülnek átadásra az oklevelek, a címmel járó tűzzománc táblák és a különdíjak. Felkérem Pece Dániel alpolgármester urat a díjak átadására és a pályázókat, akik a nevüket hallják, hogy egymás után fáradjanak ki. Az egyéni pályázók közül családi házas területen Tiszta udvar rendesház címben részesülnek, és Tiszta udvar rendesház feliratú tűzzománc táblát vehetnek át a következő pályázók. Antalhegyi utca 66, Pálvölgyi Istvánné. Árpád út 23, Nagy László. Blahánné utca 105, Bátori Gizella. Nem tudott eljönni. Akkor innen ki gratulálunk neki, és a következő Damjanics János utca 53, Berkes Imre Józsefné. Major utca 2, Csizi Vince Istvánné. Major utca 9, Dr. Sebestyén Sándor. A Major utca úgy látszik tarolt, Major utca 22, Bizik Józsefné. Undi Mariska utca 1-2/A, Szákovics Balázs. Nincs jelen, megyünk tovább. Rét utca 36, Manzákné Tarnavölgyi Judit. Rigó utca 34, Marget Marcsi és Ecker Károly. Őket sem látom. És végül, de nem utolsó sorban, Rigó utca 39, Tóth József. Külön díjak következnek. Tiszta udvar rendesház címben és közterület gondozásért külön díjban részesül Állomástér 8, Szőke Jónásné. Aki ajándékul a Vüszi Nonprofit Kft. 5000 forint értékű növényvásárlási lehetőségét kapja. Felkérem Lantai Csaba ügyvezető igazgatót a díj átadására. Tiszta udvar rendesház címben és konyhakert külön díjban részesül Fácánsor 46, Olá Lajosné. Aki ajándékul a Pakancs Kft. 5000 forint értékű vásárlási utalványát kapja.
Tiszta udvar rendes ház címben a Madárbarát külön díjban részesül Hős utca 8, Magura György, aki ajándékul a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Gödöllői helyi csoportjának külön díját kapja. Felkérem Juhász Tamást a díj átadására. Tiszta udvar rendes ház címben és Madárbarát külön díjban részesül még Móricz Zsigmond utca 11, Hajdú Lajos. Aki ajándékul a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Gödöllői helyi csoportjának külön díját és a Gödöllői Városvédő Egyesület oklevelét, valamint a Gödöllői Agroker Kft. 5000 forint értékű utalványát kapja. Felkérem dr. Fülöp István és Juhász Tamás urakat a díjak átadására. Tiszta udvar rendes ház címben és kertbarát külön díjban részesül Ibolya utca 25, Szívós Mária. Aki a Gödöllői kertbarát kör külön díját és a Lira Floré Kft. 5000 forint értékű vásárlási utalványát kapja, felkérem Sebő Györgyné asszonyt és Madácsi Gábor urak a díjak átadására. Itt jegyezném meg, hogy a Lira Floré Kft. A külön díjon kívül felajánlott az összes gödöllői oktatási intézménynek egy-egy díszfát ajándékba. Tiszta udvar rendes ház címben és kertbarát külön díjban részesül Major utca 26, Érsek Istvánné. Aki a Gödöllői kertbarát kör külön díját és a Pakancs Kft. 5000 forint értékű vásárlási utalványát kapja. Tiszta udvar rendes ház címben és gyermekbarát porta külön díjban részesül Erdőszél utca 35, Gajdács Edit és Takács Zsolt. Aki a Lira Floré Kft. 5000 forint értékű vásárlási utalványát kapják. Felkérem Madácsi Gábor urat a díj átadására. Tiszta udvar rendes ház címben és tudatos gazdálkodó külön díjban részesül Dezsőfi Arisztid utca 23, Kovácsné Ambrus Viktória, aki a Lira Floré Kft. 5000 forint értékű vásárlási utalványát kapja. Felkérem Madácsi Gábor urat a díjátadására. Tiszta udvar rendes ház címben és tudatos gazdálkodó külön díjban részesül még Bátori István utca 43, Müllerné Matuz Erzsébet. Ő a Gödöllői Agroker Kft. 5000 forint értékű utalványát kapja. Közben a Lira Floré Kft. Felajánlását a Pálmaház megújult kertészetében tudják majd a jutalmazottak átvenni. A többlakásos kategória következik. Felkérem Gyenes Szilárd alpolgármester urat a díjak átadására, és a pályázókat, akik a nevüket hallják, hogy egymás után fáradjanak ki. A társasházak pályázói közül oklevélben részesülnek Balcsi Zsilinszky utca 21-25 képviseletében Dobrovic Mária. Kazinczy körút 26-28-30 képviseletében Himer Marianna. Tiszta udvar rendesház címben részesülnek, és tiszta udvar rendesház feliratú tűzzománc táblát vehetnek át a következő pályázók.
Kazinczy körút 23 képviseletében Kommárné Gerőcs Edit. Kossuth Lajos utca 39-41 képviseletében Dobrovic Mária. Kossuth Lajos utca 51-53 képviseletében Urbán Józsefné. Kossuth Lajos utca 58-60 képviseletében Varga Lászlóné. Munkácsi Mihály utca 7 szám képviseletében Dobrovic Mária. Pál László köz 2-4-6 képviseletében Varga Gyuláné. Pál László köz 7-es szám képviseletében Horváth Attila. Palotakert 4 képviseletében Dregonya Istvánné. Rendben. Palotakert 9 szám képviseletében Zelnikné Török Ilona. Szabadka utca 6 szám képviseletében Himer Marianna. Szabadságút 19 szám képviseletében Litkei Andrásné. Szent Imre utca 6, 8-10 képviseletében Lajkó Jánosné. Szent János utca 4 szám képviseletében Magyar István. Szent János utca 9 képviseletében Vilimek Tóth Edina. Szent János utca 14 szám képviseletében Poják Béláné. Zombor utca 1 szám képviseletében Hadnagy Anna és Kovács József. A különdíjak átadása következik. Tiszta udvar rendes ház címben és Tiszta udvar rendes ház különdíjban részesül Szent István tér 1-2 szám képviseletében Dobrovic Mária. Aki a Lira Floré Kft. 5000 forint értékű ajándékutalványát kapja, felkérem Madácsi Gábort a díjátadására.
Tiszta udvar rendesház címben és tiszta udvar rendesház különdíjban részesül Szent János utca 16/B képviseletében Dobrovic Mária, aki a Pakancs Kft. 5000 forint értékű ajándékutalványát kapja. Tiszta udvar rendesház címben és madárbarát különdíjban részesül Pál László köz egy szám képviseletében Bárdi Tibor. Ő ajándékul a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Gödöllői helyi csoportjának különdíját és a Vüszi Nonprofit Kft. 5000 forint értékű növényvásárlási lehetőségét kapja. Felkérem Lantai Csaba igazgató urat és Juhász Tamás urat a díjak átadására. Tiszta udvar rendesház címben és a legszebben fejlődő kert különdíjban részesül Palotakert 16 képviseletében Váci Árpád. Aki a Lira Floré Kft. 5000 forint értékű ajándék utalványát kapja, az utalványt Madácsi Gábor adja át. A Gödöllői Városvédő Egyesület oklevelében részesülnek Pozsonyi Vendelné Pál László köz 5 szám, és Kós Ottóné Pál László köz 7 szám, akik a Vüszi Nonprofit Kft. 5000 forint értékű növényvásárlási lehetőségét kapják. Felkérem dr. Fülöp István urat és Lantai Csaba igazgató urat a díjak átadására. Köszönjük Gyenes Szilárd alpolgármester úrnak. A lakásszövetkezetek és társasházak Gödöllői Egyesülete különdíjakat adományoz. Felkérem Dolányi Sándor urat, az Egyesület elnökét és Pece Dániel alpolgármester urat fáradjanak a színpadra. A lakótelepi többlakásos házak közül a Tiszta udvar rendesház Gödöllő 2015 pályázatra 27 ház nevezett. Közülük a zsűri szerint 24 ház megfelelt a pályázati kiírás feltételeinek. A 24 házból 12 ház a 7-es számú választókörzetben van. A körzet önkormányzati képviselője dr. Papné Pintér Csilla. Kérem Dobrovic Mária és Himer Marianna asszonyt fáradjanak a színpadra. A lakásszövetkezetek és társasházak Gödöllői Egyesülete külön díjat adományoz a G11 lakásmentort szövetkezet Szent János utca 13-as számú házközösségének. A külön díj 10.000 forint értékben két darab díszfa átvételére jogosít, melyet a ház képviseletében Himer Marianna ügyvezető vesz át. A 24 többlakásos ház közül 10 ház közös képviselője Dobrovic Mária és 7 ház közös képviselője Himer Marianna, akiknek a lakásszövetkezetek és társasházak Gödöllői Egyesülete a Tiszta udvar rendesház Gödöllő 2015 pályázat szervezésében végzett eredményes munkájukért díszoklevelet adományoz. Gratulálunk! Kérem Litkei Andrásnét fáradjon a színpadra. A többlakásos házak lakói közül a lakásszövetkezetek és a társasházak Gödöllői Egyesülete aktív közéleti tevékenységért Tiszta udvar rendesház Gödöllő 2015 pályázat szervezésében végzett eredményes munkájáért díszoklevelet adományoz Litkei Andrásné Szabadságút 19 szám részére. Gratulálunk! A fődíjak kihirdetése előtt hallgassuk meg együtt a Forest Dixie Band műsorát, akik az I Wanna Be Like You című számot adják elő. Fogadják őket sok szeretettel.
king of the singers, oh, the jungle VIP. I've reached the top and hit the stop, and that's what's bothering me. Come be a man, man cup, and throw right into town, and be just like the other man. I'm tired of making you run. Most a fődíjak átadására kerül sor. A pályázat fődíját idén három kategóriában 11 pályázó nyerte el, elismerve az épület és környezete, valamint a kapcsolódó közterület gondozottságát, környezettudatos kialakítását. Felkérem dr. Gémesi György polgármester urat, hogy mind a négy kategória fődíját szíveskedjen átadni. Elsőként a családi házas kategória fődíjai kerülnek átadásra. A fődíjasok ebben a kategóriában a Tiszta udvar rendesház címmel járó tűzománctáblán kívül a Zöld Híd Nonprofit Kft. Felajánlásából fél éves hulladékszállítási díj elengedését, a Zopro Kft. Ajándékcsomagját és az Attraktív Kert Kft. Vásárlási utalványát vehetik át. Kérem Sebő Györgyné asszonyt, Juhász Tamás urat, fáradjanak ki polgármester úr mellé, egyben kérjük a fődíjasokat, hogy nevük elhangzása után fáradjanak ki. A családi házas egyéni kategória fődíjasai rangsor nélkül: Lovas utca 4, Fülöp Ágnes, Panoráma utca 28, Tari Dezsőné, és Százszor szép utca 52, Kerekes Anna. Kerekes Anna a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Gödöllői helyi csoportjának külön díját is átveheti. A több lakásos kategória fődíjasai következnek. Ők a Tiszta udvar rendesház címmel járó tűzománc tábla mellett a Vüszi Nonprofit Kft. 20 000 forint értékű növényvásárlási lehetőségét kapják, a Zöld Híd Nonprofit Kft. Felajánlásából 1000 darab biológiailag lebomló vagy szelektív hulladékgyűjtőzsákot és a Zopro Kft. Ajándékcsomagját vehetik át. A több lakásos kategória fődíjasai rangsor nélkül: Erzsébet királynő körút 9-10 képviseletében Léc Lajosné, Szent János utca 13 képviseletében Ligeti Gyuláné, és Palotakert 15 szám képviseletében Szekeres Györgyi.
Léc Lajosné a Gödöllői Kertbarátkör külön díját is átveheti. A Tiszta Udvar Rendesház 2015 pályázat idei mottója a legszebb terasz. A legszebb terasz címet elnyerő pályázók családi házas kategóriában ajándékul a Zopro Kft. Ajándékcsomagját és a Falker GBBK ajándékkosarát, több lakásos kategóriában a Zopro Kft. Ajándékcsomagját és a Gödöllői Coop ZRT ajándékcsomagját vehetik át. Felkérem Sebő Györgyné asszonyt, Borsi Istvánné asszonyt, Juhász Tamás urat és Falk László urat a díjak átadására. A legszebb terasz díjban családi házas kategóriában Asbóth Sándor utca 41 szám Számpor Pálné és Király utca 26 Ciglányi Béla részesül. Ciglányi Béla a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Gödöllői helyi csoportjának külön díjában is részesül. A legszebb terasz díjban, több lakásos kategóriában. Megvárjuk természetesen. Tehát a legszebb terasz díjban, több lakásos kategóriában Erzsébet királyné körút 22, Nagy Viktória részesül. Nem látom, így a legszebb utca kategória fődíjasai következnek. Ők a Tiszta Udvar rendes ház címmel járó tűzzománc tábla mellett a Vüszi Nonprofit Kft. Ajándékutalványát vehetik át, ami egyedileg az egyes fődíjas utcák adottságaira szabva került meghatározásra. Kérjük a fődíjasokat, hogy a nevük elhangzása után fáradjanak ki. A legszebb utca címet elnyert pályázók rangsor nélkül Gébics utca, Tusor Andrásné, és Major utca, Gyengéné, Gáspár Csilla. Gratulálunk még egyszer a fődíjasoknak. Köszönjük, most a Fák Gödöllő parkjaiban című rajzpályázat díjainak átadása következik. A pályázat célja a környezetnevelés, a városi közparkok megismerése és megismertetése a gyermekek szemén keresztül volt. A zsűri tagjai Gosler Tamás és Márvány Miklós három kategóriában díjazta a legjobb műveket. Felkérem dr. Gémesi György polgármester urat az oklevelek és az ajándékok átadására. Óvodás kategóriában harmadik helyezést értek el. Szent János utcai óvoda, Heiter Angelika a Kedvenc fám című festményével. Igen. Egyetemtéri óvoda, Ercsi Kinga csoportommal a Fende Fánál című rajzával. Ő érkezik, őt elengedték az oviból. Gratulálunk, és szintén harmadik helyezést ért el. Szent János utcai óvoda, Kajsza Édua Élet a parkban című rajzával.
Gratulálunk. Második helyezést értek el. Szent János utcai óvoda, Bányász Alex, Virágzó park című rajzával. Alexet nem látom. Gratulálunk. Szintén második helyezést ért el. Borós Jázmin, Virágok a gesztenyefánál című rajzával. Akkor ő veszi át. Hát Borós Jázminnak gratulálunk még egyszer a második helyezéshez. És a nagymama veszi át a díjat. És óvodás kategóriában első helyezést ért el Táncsics Mihály úti óvoda, Kovács Doroti, Fa a parkban gyönyörű napsütésben című rajzával. Gratulálunk! Általános iskola alsó tagozat kategóriában harmadik helyezést értek el, Damjanics János iskolából Goddard Ilona, Fák az Erzsébet parkban című festményével. Damjanics Jánosi iskolából Kátai Nóra, Magányos fa az arborétumban című rajzával. És szintén harmadik helyezést ért el Hajós Alfréd általános iskolából Mihajlovics Emma Gödöllői fák című színrajzával. Általános iskola alsó tagozat kategóriában második helyezést értek el Hajós Alfréd általános iskolából Mozart Réthádi Evelin Gödöllői fák című rajzával. És szintén második lett Damjanics János iskolából Nagy Csenge, Kocsányos tölgy a Kastélyparkban című papírmontázsával. És alsó tagozatban első helyezést ért el Erkel Ferenc általános iskolából Csajkovics Koppány Zoltán az Évfája a Kastélyparkban című pasztelrajzával. Gyere, gyere bátran! Gratulálunk! Általános iskola felső tagozat kategóriában díjat kap Hajós Alfréd általános iskola tanulója Pap Kata Anna Mária a Parkok szépségei című rajzával. Gratulálunk a díjazottaknak.
Gödöllőváros önkormányzata pályázatot hirdetett Gödöllőfája 2015 cím elnyerésére. A pályázat célja Gödöllőváros területén található legszebb és legegyedibb fa felfedezése, mely nevezésre kerül a Magyarországi Évfája 2016 versenyre. A fő cél, hogy felhívjuk a lakosság figyelmét a környezetük szépségének megtalálására, a zöld felület köztük a fák fontosságának szerepére. Pályázni két kategóriában, köz, illetve magánterületen álló fákra lehetett. Felkérem dr. Gémesi György polgármester urat a díj átadására. A pályázatra több nevezés is érkezett, melyek közül a bírálóbizottság és a gödöllői lakosság a magánterületi fák közül a Biofit Center udvarán magasodó gesztenyefát, a közterületi pályázatok közül az Alsópark futóköre melletti platánfát találta elismerésre méltónak. Kérem a fákat jelölőket, Starenszky Robertnét és Tusor Andrásnét vegyék át az ezzel járó elismerést. Az oklevél mellé Ági néni kertészetének felajánlásából egy-egy díszfacsemete utalványt is átvehetnek. Gratulálunk a díjazottaknak. És ünnepségünk zárásaként a Forest Dixie Bandet hallhatjuk. Ők a When the Sands Go Marching In című számot adják elő. Fogadják őket sok szeretettel. Oh Lord, I want